Sziasztok! Hello! Hol hagytuk abba? Epizód 7, ugye? Szerintem lendüljünk túl, mert még van... Hát az epizód 7-en nehéz túl lendülni. Hát én egyetlen egy dolgot, amit el tudok mondani, hogy az epizód 7 arra volt jó, hogy meg tudjuk tanulni, értékelni az eredeti trilógiát, mert nem az eredeti trilógiát, hanem az előzmény trilógiát. És a George Lucasra sok mindent lehet mondani, mert akkor lehet azt mondani, hogy sterilek a képek az epizód 1-2-3-ban, de az legalább tágított a Star Wars univerzumán, hogy egy csomó új bolygót ismertünk meg, új fajokat ismertünk meg. Még az epizód 7 beszűkítette a Star Wars univerzumot, és amit láttunk, azt is felrobbantották. Az új trilógiát aztán attól el tudtam vonatkoztatni, mert az ugye előtte játszódott. Igen. Nekem azt se tetszik egyébként. Nekem se tetszik az epizód 1-2-3, de ahhoz képest. Mondjuk, hogy körülbelül a klónok háborúja, vagy a klónok támadása közepétől, ha kezdték volna az egészet, akkor jobban kinyújtották volna. Ez a szenvelgés. Jobban kinyújtották volna az Anakinnak a Darth Vader-i várását. Na mindegy, kap be Walt Disney Pictures. Nem értünk egyet. Na, mondja el a következő kedvenc filmedet. De most az Orottya jön. De most nem. Jöjjenek szerintem az utált filmek. Ja, mi, már megvolt neked az izé? Mi volt a másik kedvenc filmed? Az még nem volt, de most jöjjenek egy kedvenc filmkör, és most elkezdtük az utált filmet. Ott, nézzétek, talált egy telefont. Ügyes vagy. Háló! Halló! 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 Szervusztok! Szép jó estét kívánok! Sziasztok! Én Pali vagyok, és én mozigépészként dolgoztam 100 évig több moziba is. Na. Több száz film ment át a kezem között. Ezek között, ami nagyon nagy film volt annak idején, a Duel, a Párbaj című film, Spielberg filmje. Az a legelső. Érdemes megnéznetek. Az is nagyon kedves. Baromi nagy jó film, ami tulajdonképpen Spielberg, amihez nyúl, az mindig Oscar szagú, vagy Oscar díjas. Lássuk a Kémek hídját, vagy a Schindler listáját, vagy bármelyiket nézhetjük a Spielberg alkotások közül, meg a Ryan szegény megmentése is ide tartozik. Még ami fontos lenne a Disneyhez hozzátéve, a Disneynek van egy hülye szokása, mindig berak egy kabala figurát minden filmbe. Ebbe a kabala figura most a Star Warsban, ugye a Ébredő Erőben, mi volt ez a guruló robot? A Disneynek a jelképe, vagy védjegye, vagy hogy mondjam, amit bepakol, és a nézőre ráhúzza azt a sapkát, már pedig akkor is ott lesz, ha tetszik, ha nem. Nekem van egy BB-8-es sapkát. Tessék? Van is BB-8-es sapkát. Működő BB-8-ünk is van, amit lehet távirányítani, és gurulgat a lakásban, ekkora. Igen, szóval azért mondom, hogy a Disneynek annak idején, ugye még szegény Steve Jobs alapította a Pixart. A legelső igazán jó kis áttörő rajzfilmük szerintem a Némo nyomában volt, ami szerintem ugye megjelent így. Aztán ugye nézhetjük a Zöld Urait is, ami még nagyon jó volt gyerekfilmként, az még nézhető. Meg ugye ez a Csingligni sorozat, ami ugye, ez nagyon aranyos, ugye, akár a Rémszörny, vagy bármelyiket nézhetjük, ami még nézhető. Na most, amikor megjelenik ez a csöpögős, nyafogós Hello Kitty, meg a többi őrület, akkor én a sikító frászt kapok. A másik, hogy régi filmek vannak, amiket ugye az archívum őriz a magyar filmtekercsek között, a filmarchívum. Tehát ugye most előszedték az Orion űrhajót, legporolták, elővették, 69-es sorozat, ugye, ami nézhető szintén. Ide sorolnák 79-ből az Alpha Holdbázis sorozatot, ami az is ilyen science fiction sorozat volt. Én ezeket ismerem, és én ezeket első kézből láttam tévében. 23-ával kezdődik, ugye, hogy a... Nem hallok, bocsánat. Azt mondtam, hogy én ezeket még a televízióban láttam a 70-es, 80-as években. Őnekik ilyen élményük nincsen, mert köztünk, én meg a Dorottya köztünk 13 év, a Sweetie 12, a Sweetie-vel meg 13, ugye? Jó, azt nem akarok oldalakat mondani, meg lehet ezeket nézegetni, tehát ezek fönn vannak online is, tehát ezt meg lehet nézni a sorozatokat. Tehát ezek a régi filmek, amiket le kéne porolni, mert ezek az állóhajú, őrült figurák, akik megjelennek ezen a szuper csatornán például, mint ez a Mega Maxon is, ugye egy ilyen állóhajú gyerek, gülüszemű, les, mereven, és közben ilyen bevillanó képek vannak, amitől tuti, hogy epilepsziás lesz a gyerek, mert marha jó. De Attila kedvence. Mert ugye ez arról szól, hogy mereven nézek, és nem mozdulatlan a gyerek, és ezt nézik a gyerekek, mert ezen nőnek föl. Tehát én azt mondom, hogy amikor a televíziózásról beszélünk, ugye azt vártam, amikor bejött ez a Disney csatorna, jaj, de jó, végre ennek a klasszikus mesefilmek, amiket Disney rajzolt, a Pinocchiótól kezdve mindenféle régi
70-es évekből ugye a Hófehérke, amit ugye Churchill csinálta a zenéjét, tehát az Egersőt, azt 43-44-ben forgatta a Disney, és a Churchill volt a zeneszerzője. Tehát én ezt vártam, erre bejönnek ezek a idióta, Mickey Egér játszó házától kezdve minden, amitől én sikítófrász kapok, és a keresztgyerekeim jönnek, és én kapcsolgatom el a tévét, inkább nézzétek meg a Vitéz László DVD-ről 80-szor, meg a többi klasszikus mesét, ami megvan, mint hogy ezeket az állóhajú, gülüszemű, rajzolatlan, amorf alakokat. Hát most ez a véleményem. Tehát mondjuk ezek a Thomas és a gőzmozdony, tehát most egy kicsit ugye elmegyek a világba, de ez is egy nagyon jó kis, mondom, nagyon jó kis mozi is, film is készült belőle, egész estés. Na most a Star Wars-ra visszatérve, én az eredetit vetítettem, tehát a legelső, hát ami ugye bejött klasszikusként. Ugye megcsináltak a felújított változatát, jobb lett. De mikor megcsinálták ezt az ébredő erőt, én is többet vártam tőle, mint ti. És azért nem mentem ki a moziból, mert csukva volt az ajtó. De különben kimentem volna, és a sor közepén ültem, és nem akartam 30 embert felállítani, hogy bocs, de kimennék. De sajnáltam rá pénzt, már végén azt mondtam, na jó. Viszont ami nagyon jól sikerült, az a Zsivány 1-es. Az nagyon jól sikerült. Köszönjük szépen! És az Attila nem hajlandó megnézni. Attól fél, hogy ugyanolyan rossz lesz, mint az epizód. Nem. Attila, nem fogsz csalódni, ígérem. Nem fogsz csalódni benne. Más kategória. Tehát semmi köze a 100 000-es részhez. Ez egy független rész, amit csináltak. Baromi jó, tele van látvánnyal, effektekkel, és tényleg nézhető mozi. Tehát azt mondom, hogy a Zsivány 1-et érdemes megnézned, még hogyha belenézel egy kicsit az elejébe, vagy a közepébe, vagy a végébe, egyben megnézed, akkor egy egész más élmény kapsz, mint ettől a ébredő erőtől, amiben... Megígérem, hogy a sikerült felrólozom a 7. rész traumáit, utána meg fogom nézni, az nem tudom mikor. Most itt teszem az önmagadságet ismerve, azért nem fog benne csalódni, mert nem nézi meg, mert... Igen, tehát ahelyett, hogy meg fogja nézni, én szerintem meg fogja nézni, mert azért fölkelti az emberek érdeklődés az, hogy milyen lehet az Zsiván 1-es, érdemes megnézni, sőt én azt mondom, hogy a 3D-ben nézed meg, még nagyobb élmény lesz, mint a sima moziba, tehát egy IMAX-be elmész, beülsz egy 3D-be, és biztos, hogy nagyobb élmény kapsz, mint az, hogy egy... Úgyhogy azért van, nekem több ezer filmem van itthon, tehát, és megvan, amiről beszéltetek legelőször, a legelső 82-es Blade Runner. Az leges. A narrátoros. Az egy kincs, az egy gyönyörű. Úgyhogy az megvan, tehát. Na most, ami még érdekesség, ami még, bocsánat, aztán hagylak titeket, többit is szoktam szóhoz jutni, ami nagyon jó nekem, megvan a Lugosi Bélának a 41-es, 43-as filmjei, a Dracula és a Dracula háza, amiben Lugosi Béla játszik. Tehát eredeti felvétel, digitalizálva. A második az igaz, hogy angol nyelven van meg, de az is megvan. Tehát amiben Lugosi Béla játszotta magát, ugye Nosferatót. Tehát ezek is ilyenek. Még egy gondolat, amit érdemes megnéznetek esetleg, az az Egy csepp méz, a Peter Falkkal. Egy nagyon szép film, szintén az a cím, hogy Egy csepp méz. Azt nem hallottunk róla. Fölírjuk. Ez egy nagyon, nagyon szép film. Egy reménytelen szerelemről szól, az a lényeg, és tulajdonképpen egy... Nem mesélek róla, nem akarok spoilerkodni. Nézzétek meg, az a cím, hogy Egy csepp méz. Jó. És Peter Falk. Úgyhogy érdemes megnézni. Meg tulajdonképpen ezeket a romantikus filmeket is én gyűjtöttem, és gyűjtöm is. Mondjuk, amiben én nagyon-nagyon csalódtam, az, hogy miért kell egy csontról lerágni még a csontot. Itt van például a Titanic 2. Ki a poklot találta ki a Titanic 2? Ja, de hát az egy Asylum film, tehát azt nem kell komolyan venni. Viszont a Függetlenség napja, a Feltámadás, az nagyon jó. Az is nagyon jól sikerült. Tehát az is visszacsatolódik az első részhez. Tehát... Attila nem nagyon szereti, hiszem az Roland Emmerich, ugye? Nem nagyon szereti igen. filmjeit. Hát ami hát, nagyon nagy film tulajdonképpen, mert ugye a Francis Dreyfus játszik benne, ugye a Truffaut, a harmadik típusú találkozások, még ami ilyen science fiction film és klasszikusnak mondható, az még úgy belevág. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt nekünk. Nagyon szívesen, és mondom, a Duel az a címe, tehát azt javaslom elsősorban megnézni a Párbajt. Uh-huh. Azt én láttam. Én is.
Láttam a párbajt. Láttam a párbajt. Azért is kapott Oscar Spielberg, tehát azért mondom, hogy ezek a klasszikus filmek, amiket elő kéne szedni, és nem tudom a csatorna vezetősége mennyire hajlik ilyen film dologra, de lehetne csinálni ilyen nosztalgia filmesteket például. Hát nem tudom, hogy a jogdíjak, hogy mennyire, hogyan van kedve kifizetni a tévé tulajdonosi körének a jogdíjakat a filmekre. Hát vannak olyan filmek, amiknek már tulajdonképpen jogdíja sincs. Tehát ott áll fogodva, hogy... és nem veszik elő, mert ugye megvették annak innen örök joggal, voltak ilyen filmek, voltak ilyen sorozatok, utána kell járni. Tehát csak javasoltam. Na jó, sziasztok, jó éjszakát! Köszönjük szépen! Szépen. Na, én azért mondtam, hogy Attila tegyen a következő filmet, de... Jó, jövök. Mert hogy a Dorottya is mondta, én is mondtam, az volt a szárnyas fejvel, ezt te jössz. Voltak még kommentek egyébként ehhez kapcsolódóan. Na, mondjad gyorsan, aztán így, nem lesz ilyen. Igen, attól mosolyogj egy kicsit, na. Mosolyogjál. Azért nekem a támadás a Krúbolygó ellen a kedves ellenségem, és Howard a kacsa sci-fi szempontból epic volt, drága 80-as évek. Zoli imádta. Mert mi nem a Krúbolygó volt, hanem a Howard a kacsát. Én ajánlottam neked, nézzük és meg. És ajánlotta, hogy nézzük meg, megnéztük, és végig Zolinak ez a feje, és így érződött, hogy kínosan érzi magát, és így felétől elkezdett szabadkozni. Ne haragudj, drágám, én úgy emlékeztem, hogy ez egy jó film, de a Howard a kacsa rettenetesen kínos. Gyerekként szerettem, azóta meg nem láttam. Ne nézd, maradjon meg úgy, nekem úgy maradt meg a tudatom, hogy az mekkora film volt. Nem jó. Olyan, én nem láttam gyereket, nem jó. 20 éve láttam utoljára. Mérhetetlenül kínos. A Krúlbolygó viszont mai szemmel már inkább vicces, mint jó. Annak idején nagyon szerettem, ugye az a színész játszott benne, aki akkor a magyar televízióban futó Marco Polo című sorozatnak az egyik főszereplője. Mert a Krúlbolygó, amiben az én meggyújult, meg egy gyerekkorom rémálma volt. Na mindegy, mai szemmel. És érdekes, hogy szerepel benne egyébként a Liam Neeson. Az egyik zsivány. Nem az egyes. Na, jó, még hozzászólás. Aranyélethez mit szóltok? Nem láttam. Hát én szoktam így bele-bele látogatni. Figyelj, azt mondják, hogy a jobb, mint amiről nyúlták, és gyakorlatilag már nem az folyik tovább, mint amiről eredetileg ezt már. Mert hogy ez egy ilyen... Hát nem nyúlták, hanem megvették hát a jogdíjakat. Jogdíjat, de aztán utána állítólag már nem az szerint mennek. Újra hasznosítják. De most már állítólag azok, akik készítik az eredetit odakint, azok a magyar epizódokat veszik át visszafele. Aztán Attila tetszeni fog, hogy mormogja egy tag, hogy velem van az erő, és hopp, vele lesz az erő. Bocsi, többiek. Hát igen. Aztán Swatcats sorozatot teljes transzban néztem végig, úgy 96-97 körül. Alig várom az új évadot, amit a készítő testvérpár beígért a rajongóinak. Az mi ez? Swatcats. Az mi? Én nem hallottam róla. Kérlek részletezd. Lunch. Aztán a Zsivány egyes azért segít az is, egyesen az segít az is, hogy ismerős a karaktervilág és a helyszínek, de persze nagyon jó. Hát amit mondott, az a helyzet, hogy az Attila ugye látta az utolsó jelenetet, azt az utolsó, mit tudom én, 45-50 másodpercet, vagy másfél percet megmutattam neki, ráadásul úgy, hogy összevágva az epizód 4-jel. És a Darth Vadernek a hentelését. És az arra nem tudta azt mondani, hogy az rossz az a jelenet. Nem volt rossz, az olyan, mint hogy előkerült volna a 70-es évekből egy felvétel, és egy Director's Cut-ot néztem volna. De ilyen az egész, hát ezért nézd meg. Jó, majd mondtam, ha feldolgozom a epizód 7 mocskos undorító traumáját, akkor majd megnézem, addig nem. A kis vuk, ami igazán kínos. Nem, az szégyen! Úristen! A vuk aranyos, a kis vuk az egy trágya. A vuk az zseniális, az a aljas. Az meg mindennek a legaljas. A kis vuk az aljas, a szemérmetlen, a szégyentelen, az minden, amit szégyelni kell. Nagyon verném, aki azt csinálta, komolyan mondom, az egész tábot. Úristen! Te jó ég! A sztori, ahogyan megcsinálták, amennyit költöttek rá, ahogyan beszélnek. 10/1. Nem, az nulla. Te mondtad, hogy magyar filmeket nem fikázunk. Negatívba megy. Aztán. Aranyélet sorozat vélemény, ezt említettük, aztán nagyon jó szerintem. Aztán, ami totál szar volt, a hegygyomrában. Az gyenge, az egy fontos. Azt se ismerem. Aztán üdv nektek régebbi, már klasszikusnak számító filmek közül a Tim Burton féle Michael Keatonos Batman filmekhez mit szóltok? Jó a műsor, csak így tovább, és nem csak a művészfilmekben állhat az igényes szórakozás. Ti szeretitek a képregényfilmeket, én utálom. Ennek ellenére még az a két Tim Burton féle Batman film az, ami, és Tim Burton-t is utálom egyébként, mégis az a két Tim Burton film
lent ez a két akkor tudom, nem film, hanem Tim Burton musicalekkel, hogy nem arra, nagyon utálom. Akkor Sweeney-Toddal kínoznám hozzákötözném egy székhez, elvenném a cigét, és a Sweeney-Tényleg a Sweeney-Toddot pörgetném neki napokon keresztül. Igen, na most visszatérve a Batmanre, ugye a Tim Burton féle Batmanre. Amikor ez a 90-es években megjelent, 90-es évek eleje, akkor ugye én is még valamilyen szinten gyermek voltam. Én egy kicsit féltem tőlük. 16-7 éves lehettem, és akkor más szemmel néztem. Mai szemmel nekem az már egy vállalhatatlan. Most. Nekem ma már a Nicholson által játszott Joker. Nagyon jó. Szar. A Kim Basinger sem alakít olyat, hogy úristen. Kim Basinger az egy... Töltelék karakternyében. Mi volt már színésznek, hogy semmi. Tehát ilyet Hollywoodban minden utca sarkon talál az ember század körülbelül. Ilyen na mindegy, egy szó, mint száz, mert régen használtam. Viszont a Michael Keaton zseniális, mint Batman. Szerintem Batmanként a legjobb Ben Affleck. Ben Affleck a legjobb Batman. Ez így van. Ben Affleck a legjobb. Nem láttam még Ben Afflecket Batmanként, de Ben Afflecket... Ben Affleck a legjobb Batman. Ott is köszönöm, pacsit kérek mindenhonnan, onnan is. Ben Affleck, a Superman Batman versus Batman, vagy Batman versus Superman film. Közeledünk a témához. Kettő pozitívuma. Az, hogy csak egyszer látta? Nem, a Ben Affleck Batman, és a másik a Wonder Woman. A Wonder Woman, ő menti meg azt a filmet. Igen, hát, amit kiment belőle, az... Na jó, menjünk akkor a következő szállunk. Várjál csak még gyorsan. Jó, gyerekek, akkor ezeket olyan később, lassan. Jó? Ezeket később. Nem mondja, hogy hát gyorsan olvasd csak föl. The Man Who Knows to Lie, összes Bill Murray film jó. Bill Murray az egyik legnagyobb humorista jelenleg a világon, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon imádom Bill Murray filmét. Aztán... Egyet feled érteni, kedves SMS író vagy Facebook üzenet író. Aztán a Jurassic World, mint a park folytatása. Ezt nekem tetszett a volt. Hogy én az utolsó jelenetet láttam belőle, és úristen. Nekem a raptoros rész tetszett a legjobban. De az benne van az eredetiben, és amiről beszélsz, hát ez ugyanarról szól a Spielberg filmében. De ne. Azt, hogy a Velociraptor elmegy a naplementébe, mint egy western hős, baszki, miután közösen legyőzték a... T-rex. Mi az? Úszószörnyel, meg a T-rex-el a gónosz dínót. Hát az nagyon szar. Azért? Mert a Spielberg filmekben mindig ott van a náci Németország, az amerikai hadsereg ezt és a Szovjetunió. Ebben az esetben a nagy szörny a Szovjetunió. Nem, ebben az esetben ez nem Spielberg film, semmi közé nincs a Spielberg, mert az a Jurassic World-höz. Az eredeti Jurassic Parkban igen, ott meg lehet nézni. De megtartották ugyanazokat a dramaturgiai elemeket. De nem, mert itt már a Velociraptor is jó fej. És ott pedig a Velociraptor egyértelműen a nácizmus szimbóluma a Jurassic Parkban. A T-rex a Szovjetunió és ugye az emberek Amerika, tehát... Haladjunk tovább a Jurassic World-et. Az új szépség és a szörnyetek, ha van undorítóan elrondhatós gyerekkoros film. Hát én már a gyerekkorom, nem néztem meg. Vagy mi a Szépség és a Szörnyek tetőgétől is kiráz a hideg, úgyhogy te el fiú vagy és furcsa. Előbb mondtad, hogy mekkora egy mocsok szemét hazug világot ábrázol a Szépség és ez a így van. Akkor, hogy de lehet, attól jó. Függetlenül az egy nagyon szép rajzfilm. De ami hazugság, ami undorító hazug szemét az. Dolgot állít, az hogy lehet jó? Ez egy szép hazugság. Mint például az, hogy... De várj, gyerekek, miért hazugság a Szépség és a Szörnyek? Hát előbb mondta. De nem igaz. És én egyet is értettem. Nem, de hazugság, nem hazugság, nem. Hát az nem a legnagyobb valóság. Igen. A sok büdös repedsarkú kurva beáldozza a szerelmet, meg mindent azért, hogy jólétben és szízében és anyagi biztonságban éljen. Tök mindegy, hogy a férje nem hazugság. Ronda, nem hazugság, hanem egy hazug életre, élethez való mankó. Tehát, hogyha egy ilyen életet szeretne életet az ember Piedesztára. Na, menjünk már a száll a kakukkfészkére, az a következő. Száll a kakukkfészkére. Nem mondjuk, hogy köpködünk? Más két jó között legyen egy szállat. Meg volt a köpködés az epizód 7-re köpködtünk. Mert az a mechanikus narancs, mert a másik filmtörténeti remek mű, és mindig az előzőt a... De mit akarunk a térdén köpködni? Egyet értettem. Majd utána jön. És még az előzőt a zseniális Stanley Kubrick ezt a nem különben zseniális Milos Forman rendezte. A zseniális pont láthattuk, csak elvitték. Recsit nővér szerepében. Én szerintem a... Hú, most nem jut eszembe a színésznő neve. Nektek ti még nem néztétek meg ezt a filmet, úgyhogy nem fog eszembe jutni. De szerintem az a színésznő, aki a Recsit nővért eljátszotta, az a film történelem legnagyobb női alakítása. Tehát én még ilyet nem láttam női színésztől. És hát a Jack Nicholson, még itt a fiatal Jack Nicholson, tehát itt még
nem volt sztár, de már azért volt valami neve, és így... Ő mindig zseniális. Igazán elképesztő, fantasztikus. És hát a története az pedig igazán tényleg csodálatos. Tehát ahogy ábrázolják a... Ugye ez egy, aki nem látta, ez egy pszichiátrián játszódik, oda bekerül a Jack Nicholson karakter, aki egy ilyen pitiánál kis bűnöző, és azért kerül be gyakorlatilag a pszichiátriára, hogy elkerülje a börtön. Eljátszol, hogy hülye, és ezért hülye, és elkerülje a börtön, és ott pedig szembesül azzal, hogy a recsit nővér, aki gyakorlatilag egy kvázi dúcseként uralkodik szerencsétlen betegek fölött, és így vele száll szembe McMurphy a történetben. A végkifejletét megint nem fogom elmondani, mert nem spoilerezem el. Annyi legyen elég, hogy tipikusan olyan, mint az összes többi Milos Forma film. Talál egy főszereplőt, aki egy outsider figura, aki szembe megy az éppen aktuális hatalommal. Egy igazi lázadó. Úristen, de fiatal még az a színész, mennyi filmben játszott ten gonosz őben? És hát igen, feltűnik benne itt, azt hiszem, talán ez az első filmje, igazán nagy filmje Danny DeVito-nak. Itt Christopher Lloyd, aki a visszajövőben, mind a ketten pácienseket játszanak a filmben. De egészen elképesztő film, tehát... Na látod, ez a film, ez jobban érdekel, mint a mechanikus narancsennek, amikor elolvastam a történetét, valahogy ezt közelebb állónak éreztem magamhoz. Erre nem is tudnék így a trailer. Nagyon hasonló egyébként a két film. Csak pont a kicsengése, a végkicsengése viszont teljesen más. Amíg Kubricknál a mechanikus, nem, csak amíg Kubricknál a mechanikus narancsból egy nagyon pessimista, nagyon-nagyon ellentétben a könyvvel, ezt jegyezd meg, mert a könyvben a könyv írója megadta az esélyt a főhősének arra, hogy jó lehet, jót cselekedhet a film. Olvastad a könyvet? Én nem olvastam, nem tudom, hogy a Burgess könyv. Hanem rengeteg dolgot olvastam erről a filmről, meg a könyvről magáról. Lehet, hogy így van, de most a filmről beszélünk. Tehát Kubrick nagyon pessimisten állt hozzá a társadalomhoz, meg a jövőnkhöz. Ezzel szemben, bár a jelenlegi társadalmunkat bemutatván Forma nincs pessimistaként, tehát de megadja az esélyt a végén egy kis finom kicsengéssel. Itt is egy kvázi Krisztus történet lesz majd kibontakozóban, ha megnézitek, ha nem láttátok volna. Ha nem láttátok, szégyeljétek magatokat, és nézzétek meg. Elképesztő erejű alkotás. És engem mindig azzal támadtak, hogy milyen negatív vagyok, ebből a filmből rengeteg pozitív energiát. Pedig a végén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó, és mégis. De te tényleg negatív vagy. Pontozásban is. Hanyas a 10-es listán ez a film? 10-es. Ez 10-es? Az előző 9-es? Körülbelül olyan 5-6 10-es filmet tudnék most felsorolni. Mondjál még. A mechanikus narancs meg ez 10-es. És még mondjál akkor 5-6-ot, ami még 10-es. Keresztapa, az 1-2, azt én így egybe szoktam számolni, nem különböztetem meg őket. A Krisztus utolsó megkísértése, jó a rossz és a csúf. Meg hát talán a Stalker, de az már ilyen nagyon szubjektív. Mert azt megértem, ha valakinek nem tetszik, azt el kell. Ja, hát és a There Will Be Blood, ami... Micsoda? A There Will Be Blood, amit az undorító fordítók, szégyeljétek magatokat, vérző olajra fordítottak. 2004-es, 5-ös voltam a Sandersben, remek mű. Hát ezek talán a 10-es filmek a film történelemben. Na. Szerintem. Dorottya, te jössz, mert különben nem lesz időnk. Jó, hát nekem a másik nagy kedvencem az a Felhő Atlasz. Amit az Attila nem tudott végignézni, mert beleállott. De végignéztem utána, nagyon nagy hős voltam, és végignéztem. Rettenetesen annak a filmnek a teljes távja volt egy hős. Igazából a Szirma írja le nagyon-nagyon jól a Wachowski fivérek, vagy testvérek, mikor milyen formában vannak. Igen, nem tudom. Gender reklám arcai alatt. Szirmai Gergő mondta el nagyon jól a kritikájában a legelején. Ennek a filmnek nem lenne szabad léteznie, és az az elképesztő, hogy létezik, és működik, és tökéletes. A filmről röviden 6 különböző főhősnek a történetét meséli el egymással párhuzamban, és apránként bemutatva azokat a szálakat, amik azt mutatják be, hogy az életünk, és ami gyakorlatilag az egész filmnek a legfőbb mondani valója, hogy az életünk túlmutat a jelenkorán, túlmutat a határán, és minden, amit teszünk, mindenért felelősséget kell tudnunk vállalni, mindenért, ami kihatása van a jövőnkre is. A mi jövőnkre és a minket követő életekre. Ugyanis amit a múltunkban cselekszünk, az nem csak ránk van hatása, hanem még ez életeken át tovább, sokkal-sokkal tovább. De ez hol derül ki a filmből? Hát azt a filmet nagyon sokszor kell megnézni. Nekem 5.-6. nézésre is még mindig vannak benne olyan részek, amik újat mondanak, amik apránként kapcsolódnak egymáshoz.
hihetetlen. Mondom, ezt a filmet az a helyzet, hogy elsőre nehéz befogadni, szinte lehetetlenség, ugyanis tudni kell róla, hogy tényleg a hat történet, tehát a hat főhősnek a szálát párhuzamosan mutatja be. Nagyon jó dinamikus vágásokkal tud átkapcsolni az egyik történetből a másikra, ahol például az egyik főszereplő egy nagyon-nagyon éles szituációba kerül, ahol az életek nagy veszélybe kerül, ott átkapcsolnak a másik főhősre, aki hasonló kalandokat él meg, vagy hasonló veszélybe kerül, és nagyon jól mutatják be gyakorlatilag a vagy lélekvándorlás, vagy következő élet, vagy csak szimplán a karmának a vonulását végig az életeken át, az, hogy az embernek a gyakorlatilag a személyisége, a jelleme hogyan formálódik, mikor juthat el az ember addig, hogy megérdemelheti a boldogságot és az egyensúlyt. Hányszor tesznek próbára egy... De, hányszor... Elhiszem, hogy ezt akarták, de szerintem nem egyrészt... Hol nem mutatják be, akkor úgy kérdezem. De figyelj már ahhoz, hogy ugye ez ilyen lélekvándorlás és karma dolog legyen benne, ahhoz például az kéne, hogy a karakterek azok valami hasonló karaktert játszanak minden történetben, de közben meg mert ugye a hat külön történetben ugyanazok a szereplők játszanak, tehát mindenki hat. De mindenki más. De várjál, emlékszel a hulló csillag motívumra? Mindig na, más színésznél jelenik meg. Annak mi a jelenti? Igen, mindenkinél, de semmit nem mondanak róla, hogy az mi van. Lesz ott hibás is egy része, mert hát, egyszer olyan emberre jelenik meg kérdezni, a hulló csillag mit jelent? Igen. De most komolyan kérdezem, mert én végignéztem, ezen gondolkoztam, hogy mi az a hulló csillag. Van mindegyik sztoriban valakin egy ilyen hulló csillag alakul. Ugyanez a lélek. Az, hogy másik testbe költözik, az, hogy éppenséggel melyik színész játsza, hogy egyszer csak a színész átkerül a másik oldalra, az ne zavarjon meg. De miféle fejlődés mutatkozik meg akkor, hogyha ugyanaz a lélek benne? Az, hogy hogyan tud az ember olyan döntéseket meghozni, ami tisztában van vele, hogy tehát gyakorlatilag önfeláldozástól kezdve, ha megnézed a Somni 451-nek az életét, az, hogy hogyan dolgozza föl a korábbi életeknek az eseményeit, hogyan teszi magáével mások gondolatát, hogyan tudja ezeket összegezni, és hogyan képes a saját boldogságát, a saját életét, minden mást feláldozni azért, hogy ezt a tanulságot mások számára is biztosíthassa. Azok számára, akik elől el van zárva ez az igazság. Ha ez így van, akkor viszont nincs fejlődés a filmben. Emberi fejlődés, csak lefele fejlődés, mert ugye a film ötödik epizód, most nevezzük így, ötödik epizódjában eljutunk egy diktatúrába, hatodikban már egy posztapokaliptikus világban. Igen. Tehát akkor gyakorlatilag az emberiség elmondik. Ahol tovább kell lépniük, mert ugyebár bekövetkezik egy apokalipszis gyakorlatilag, az emberiségnek előről kell kezdenie, és... Az emberiség két részre szakad, ugye, igen. Mert vannak a fejlettebbek, ugye, akit ugye vannak a völgybeli népek képvisel, és van a völgybeli népek, amit meg ugye igen. A Tom Hanks képvisel ebben az esetben. Igen. Jaj, az mennyire aranyos ilyen, most így zárójel, hogy ugye az elején a fekete rabszolgát a csúnya fehérekre, a végén meg már ugye a fehérek lesznek a primitívek, és a feketét pedig a fehérek. Nem igaz, mert csak a csaj fekete, tehát az összes igen. Többi... Nem, az ott a végén, amikor a hajón vannak, az tele van velük. Az utolsó jelenetben, amikor azon a hajón már látod, szóval itt kezdek, hogy nekem föl se tűnt. Igen. Nekem pedig én ezt nem figyeltem. Vajon ki a rasszista? Hát én nem, csak nem bírom az ilyen nekem nem tűnt gendertoló filmeket. Meg például ilyenek vannak benne, hogy az ázsiai szereplő a következő sztoriban egy ilyen szeplős ír vagy angol lány. Az nagyon, mint egy mongol idióta a férfi, úgy egyik a férfi színész a következő jelenetben nőt játszik. Így egyébként... És itt jön Hugo Weaving, aki ugyebár ő az egyetlen karakter, aki az egyetlen színész, aki végig negatív karakter, tehát gyakorlatilag a kísértéstől, az önzésen át, a kapzsiságon át mindent megjelenít, ami gyakorlatilag a hétfőbűnben megtalálható. Mondhatjuk azt, hogy ő az egyetlen, aki színészkedik a filmben. Mert a Tom Hanks meg a Hugh Grant az valami botrány szar. Szerintem eléggé jók. Szerintem nagyon nem. Tom Hanks, láthatjuk 6 szerepben, meg a Hugh Grant is mind a 6 szerepben benne van. Nem, hát várjál, csak van egy nagyon jó táblázatok, és mindig ugyanaz. Tehát tökéletesen meg lehet állapítani itt a Tom Hanksról, hogy mennyire gyenge színész, mert mindig Tom Hanks. Hűségű beszélsz, ez egy Oscar-díjas színészről beszélünk, baszki. És nem abba kétszer Oscar-díjas egyébként, de akkor ez nyomban zseniális volt. Az volt az egyetlen. Akkor miért mondod, hogy gyenge színész? Mert a többi filmben szar. Nem is az szar, mindig Tom Hanks. Mi van? Igen, és ezzel mi van? Ezzel mit kezdjük? Problémák adottak. Nem tudom, mutasd. Mindegy, a Felhő Atlasz az egy olyan dolog, olyan film, amit szerintem mindenkinek az életében egyszer köszönöm, hogy végigmondhatom. Mindenkinek egyszer az életében esélyt kell adni ennek a filmnek, és legalább 2 megnézéssel.
Egy-két héten belül érdemes megnézni, kétszer. Figyelj, ott megy a BB-8. Jobbi szobában. Ja, aranyos. Ezt mondtad, de coki! Aranyos. Van telefonálunk egyébként? Kaptunk egy üzenetet, ezt felszeretném előtte olvasni. Igen, a telefonáló előtt még egy üzenet, a igen. Stalker, a Stalkerre nem lehet azt mondani, hogy nem tetszik, mert olyan, mintha az 1984-re mondanád, hogy nem tetszik. Ez nem azért nézed, mert tetszik, hanem mert formál és tanít. Teljes mértékben egyetértek az, hogy formális tanít. Én a Stalkert is imádom, a 84 meg az abszolút kedvenc könyvem, tehát... De viszont ettől függetlenül fenntartom lehetőségét, hogy valakinek nem tetszik, nem ítélem el, de... Szólítsuk meg a telefonon. Szóval. Halló, kedves telefonon! Már beszéltünk, Pali vagyok, szervusztok! Hello, hello. Na, a Jack Nicholsonra visszatérve a ragyogás, például a legelső ragyogás, amiben ő játszott, ugye amikor a téli panzióba fölmegy a szállodába, és ott egy kicsit bekattan. A másik film, ami hasonló, mint a Szálakakuk fészkére, az az Ébredések című film, ami hasonló témájú. És borzasztóan rossz, szerintem. Tehát amíg a Szálakakuk fészkére egy parádésebb a témakörben, addig az Ébredések egy elképesztően gicses nyáltenger. Meg esetleg még, amit javasolhatok, még a megnézés az a Jákob Lajtóriája. Az viszont rohadt jó film. Bizony. Jó rég láttam. Azt is nagyon tudjuk ajánlani. Már nem emlékszem. Az nagyon jó film a Jákob Lajtóriája, ami hasonló. Ugye hát említettétek Bill Murray-t, ugye? Jákob Lajtóriája az nem hasonló. Megcsinálták úgy ezt a szellemírtókat. Hát borzalmas lett az új szellemírtók. Mi jót röhögtünk rajta, de tényleg nem lehet egy lapon említeni a régiben. Tehát helyén kell. Az az igazság, hogy a legtöbb mostani mozifilmet helyén kell tudni kezelni, és erre egyébként az Attila nem képes. Nem tudom, mi a véleményetek a Weekend című filmről. Nem nézem meg, helyén kezelem őket. A Weekend című filmről. Melyikről? Weekend. Az egy magyar film, ugye a Weekend? Igen. A Grillus Dorka játssza a főszerepet. Hát most nem tudom, azt megbeszéltük az Attilával, nekem azért a magyar filmekről van egy elég erőteljes vélemény. Nézzétek meg, érdemes megnézni. Én nem ígérem, hogy megnézem. Én szerintem egy baromi jól sikerült és napi témába belevágó film. Jó, hát figyelj, én hajlamos vagyok arra, hogy megnézzek magyar filmeket is, és vannak olyan magyar filmek, amik mondjuk még tetszettek, és úgy említettem volt, ugye? Én is féltem tőle először megnézni, de megnéztem, és azóta megvan. Szóval ott tartok, hogy meg tudom nézni havonta egyszer vagy kétszer, mert annyira jól sikerült. Egyszer érdemes megnéznetek. Hát jó, megnézzük. Jó, meg megígérem, hogy megnézzük. Vannak jó magyar filmek, ebben egyet értünk, meg kiderül, hogy a Weekend jó filme vagy nem. Amíg hát nekem bejött, most ez persze szubjektív, ez egy szubjektív dolog, persze. Mindenkinek ízlékes pofonok. Sok embernek tetszik például a Fehér Isten, én nem szeretem a Fehér Isten. Sok embernek tetszik a Nagyfüzet, én a Nagyfüzettől hidegrázást kapok. Sok ember el van ájulva a Saó fiától, én nem annyira vagyok tőle elájulva, és még sorolhatnám azokat a magyar filmeket, amiket most illik dicsérni, és nem lehet, mert nem tudom őket egyszer szeretni. Viszont ami magyar film, és mostanában mozikban volt, jó volt, a Martfűi Rém, az egy 8-as a magyar filmek között, egy 8-as a 10-es skálán. A Kincsemet, azt mindenkinek melegen ajánlom. Végre egyszer egy olyan magyar filmet néztem, amiben tudtam aggódni. Nagyon régen, utoljára a Keselyű című filmben volt az, hogy aggódtam. Dökkesejű. Egyik legjobb magyar film, ami igen, volt. Igen, és ott tudtam aggódni a főszereplőjét, és most a Kincsem tudta azt elérni, hogy egy kicsit aggódjak a főszereplőjét, és ez a Kincsem volt arra is képes, hogy most először éreztem azt az 1800-as évekkel kapcsolatban, hogy basszus, azért lehet, hogy éltem volna akkor, mert milyen buli lehetett. Mert azért, amik régen biztos, ebben a kóban játszottak... Biztos, hogy más életkategória és más... Az a felhős film tényleg jól is megnéztem többször, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy... Nekem a Felhő Atlasz egy ilyen közepes kategóriájú film, úgy megnézem, de nem vagyok tőle elájulva. A alkotópárostól nekem a Matrix 1 az, ami nagyon tetszett. A 2-3-at én eltűröm, az Attila nem hajlandó tudomást venni róla. Nem, az nincs. A Matrix az 1. És oszthatatlan. A Felhő Atlasz nekem egyébként az egy olyan becsípődés, amit évente egyszer neki feszülök, belököm a háttérbe, nálam nagyon sok film, amit már láttam, a háttérbe szokott menni otthon, vagy házi munka közben, vagy amikor otthon meg dolgozok. Meg is őrülök tőle, igen. És ez az a film, amit nem tudok olyankor, nem tudok csak egyszer megnézni, akkor olyankor van olyan 4-5-ször a háttérbe, folyamatosan van állítva, és megy. És ebben élek. és beszippant. Hát én is így vagyok ezekkel, tehát tulajdonképpen vannak olyan filmek, amik azt mondom, hogy klasszikus, és azt mondom, hogy 60-szor is meg tudom nézni, mert annyira jól sikerültek.
vannak, amik kevésbé, és van, ami aztán az a tényleg az a Málna díjra sem jogosult film, amit be sem mutattam volna mozikba például. Amit én egyébként most volt egy film, amit nagyon sokszor meg tudtam nézni, és egyébként nem egy olyan nagy, nagyon nagy durranás. Egyébként egy Tom Cruise filmről van szó, Szégyen nem szégyen, a Holnap határán. Holnap határa. Határa. Nekem annyira bejött az a film. Az nagyon kemény, az nagyon jó. Azt oda tették. Az annyira aranyos. Na jó, köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Szépen, és ezt... Figyelj, mondom, és akkor legközelebb visszatérhetnénk erre a weekendre, hogy hogy tetszett, hogy megnézzük. Jó, oké, meg fogjuk nézni. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok, jó éjszakát. Én jövök. Kommentek. Equilibrium, valami hihetetlen. Aztán, amúgy a felhő alatt lesz egy kibővített pillangó hatás. Nem. Csak nem értem, hol van benne a pillangó hatás. Nincsen, nem. A pillangó hatás ez egy teljesen más, hát ez egy időutazós film. Igen, más kategória, de értem, hogy mire gondol egyébként. Ez is hasonló akar lenni. De nem igaz! Abban más, hogy a hatások, az apró dolgok, amik hatással vannak más életére, úgyhogy mi azok, tehát egyáltalán nem látunk túl rajta. Az, hogy valaki csinál egy Z-kategóriás könyvet, amiből lesz egy Z-téta kategóriás film, amit utána valaki megnéz a jövőben, és egyetlen egy mondat foszlányt magáival tesz belőle, ez egy zseniális gondolat. Nekem is egyébként nagyon sokszor vannak olyan mondatok, apró kis foszlányok, ami csak egyetlen egy gondolat egy filmből vagy egy könyvből, és teljesen beleragadok abba a gondolatmenetbe. Na, menjünk tovább. Aztán, Azonosság című film mutatja be legjobban a skizofréniát. Zseniális film. Imádom. Amiben a hotelben ragadnak. Ezt én nem láttam. Nézd meg. Mi az címe? Identity, azt hiszem. Haladjunk tovább közben. Köszönöm szépen, az kurva jó film. Pedig nem nagyon szeretem ezt a nagyon-nagyon deep horror-szerű műfajt. Aztán. Igazi klasszikus, és ezerszer meg tudnám nézni a Hollót. Nem rossz. Vagy The Crow. Maga. Kategóriájában nem rossz. Aztán. Te mindent elolvastál, tehát hogy azért basszus. Hoppá! Zoli, ha te dönthetnél a Star Wars világában, milyen vonalon vagy kiről csinálnál filmet? Szerintem ne segletéről. Nagyon vicces egyébként. Csináltam már Star Wars filmet. Bármi meglepő. Mit nézel, tudom? Ne segletéről. De nem, hogy nyilván, ha olyan erőforrásokkal rendelkeznék, mint a Disney, akkor én lehet, hogy csinálnék mondjuk a Republic Commandóról egy filmet. Tehát, hogy az mondjuk... Az oda tudná tenni magát, az egy érdekes történet, és vagy csinálnék a második Halálcsillag tervének egy filmet, Zsivány 2-es címmel esetleg, de nem viccen kívül egyébként, ugye annak a mondatnak, hogy sok botánkém állta életét ezeket. Nem, hogy igen, hogy az érdekelne engem, hogy hogyan történt ez a dolog, tehát ezekről, vagy egyébként egy Old Republic film, az se lenne rossz, tehát a régi köztársaság idejében a Jedi rend kialakulása, a Sith rendnek a kialakulása, majd bukása, ezekről is lehetne jó filmeket csinálni. Szerintem mondom, én Anakin Skywalker csecsemőkoráról szeretném. Igen. A midichlorianok, amikor megnemzették az anyut. A Smith Skywalker. Nem. Azt még megnéznék. De engem nem érdekelne, de mondom. Tehát egyébként egy Republic Commando az egyébként ilyen különleges egységekről szóló háborús, valami ilyen Star Wars világában játszódó háborús film, az egyébként érdekes lenne. Ez biztos, hogy arra, vagy egyébként a Jakói csatáról például, az is egy érdekes film lehetne, de mondjuk a rohamosztagosok szemszögéből csinálni egy filmet. Tehát egyszer a másik oldalról, ugyanúgy, ahogy ugye a Clint Eastwood megcsinálta például a Levelek Iwo Jimáról, megmutatni mondjuk az endori ütközetet a birodalmiak szemszögéből, a birodalom bukását, hogy mit éreztek azok a rohamosztagosok, akik földpillantva az égre azt látták, hogy kipukkan a második Halálcsillag. És akkor onnantól egy olyat, hogy azok ottan a vesszőfutásuk, hogy tudják elhagyni a bolygót, miután ugye blokkád alatt van a lázadók által az egész Endorhold, hogy tudtak elmenekülni, erről is lehetne egy érdekes. Mondjuk ezek inkább ilyen sorozatok, amikből inkább sorozatot lenne érdemes csinálni. Na, a Halálsoromban is nagyon jó. Tom az Hanks, is jó? Igen. Orbán felemelkedés a film. Hülye. Nekem a jelenlegi Orbánt vagy a felemelkedések, vagy a filmet. 15 percünk van az adásból, hogy pörgessük. Nekem meg a jelenlegi kedvencem a Mr. Nobody, az is összetett, de ott van kapcsolat. Atlasz nem, de... Egyetértünk. A Philadelphiában is jó. Aztán nem. Terminál. Az nem. Jó, az cuki volt. Azt nagyon szerettem. Nem. Ja, és akkor az Ász a remény rabjai. Aztán az nem rossz film. Indokolatlanul sokszor nézett film, Die Hard 3. Pacsi.
az, az se rossz. Az kurva jó. Nekem a Die Hard, Die Hardból az 1-2 az, ami oda ver, a 3 az már ilyen, hát, a 4 az már, ezek a hackerekkel, az 5-öt az meg inkább. 3-ig működik az a kívül. Körülbelül a 3-ig működik ez, körülbelül a 3-ig. Ugye az első kettő az ilyen fullatófilm, a 3-ig rátmennek ebbe a buddy-buddy movie-ra, ebbe az akcióvígjáték sztájban, mint a halálos fegyver, meg ilyen. De az még ott tök működött, tehát én szerintem a 3-ig. Még a 3-ig jó, a 4 az már nagyon erdja, és az 5 az meg a inkább a szót sejtsünk róla. A 4-ről sem. 5-öt már nem is láttam. Aztán, de a 4-ben van Kevin Smith. Nyomjad! Indokolat, igen, ez meg volt szegény füle. Azt nem értem. Nem tudom. Johnny Mnemonic. Ilyen üzenetekkel nem tudom mit kezdeni. Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic, azaz a Johnny Mnemonic, ez az a, az a jövő futára, vagy a, valami ilyesmi, amikor így a agyában vissza az információt. Ez is egy Philip K. Dick film, és nagyon jól láttad? Nem. Nem láttad a Johnny Mnemonicot? Fúj, takarodj az azon. Írd föl azon nyomban. Aztán. Azt hiszem, hogy Keanu Reeves egyébként. Johnny Mnemonic. Ne, mi a Mátrixban tetszett. Gyakorlatilag. És a Harry Rollins játszik benne egyébként, ő játssza az orr, meg az Ice-T, meg ilyenek játszanak benne. Ha sorozat is belefér, az egy másik... Na majd a következő adás. Nyomhatunk. De ez egy másik, teljesen egy másik adás. Faj, igen. Mert akkor nyilván Dr. Who. Csak hosszabb. Ha sorozat is belefér, az alkony zónával és a végtelen határokkal, hogy álltok? Ez egy másik adásban. A végtelen ott... határokat nem tudom, mi az alkony zónából láttam néhány epizódot, és nagyon királyság. Csak annyi van belőle, hogy az... Na pörgessük, mert én szeretném behozni az élet szép, az igen, Keanu Reeves végtelenül még egy klasszikus. Igazi szar. Nem, az első az még egyébként, nem, az első az még, a második az már bohóc azzal a hajóval, mert már nem is Keanu Reeves a főszereplő. Na igen, ennyi volt? Ja. Élet szép. Az élet szép egyébként, igen, az vicces. Az én köpködős filmemet elő sem vettük még. Majd mindjárt először, most igen, éljön. Gyorsan, ja, az élet szép az nagyon jó. Az egy jó film, na, persze. Na. De az élet, még véletlenségük eszembe a neve a... Fellini. Te vagy is Fellini. Nem, jó, te Fellini. Nem Fellini. Nem Fellini. Na, mindjárt. De olasz ugyanúgy, csak nem Fellini, hanem én fogom megtalálni. Addig vezess fel a filmedet, én te szemét keresd meg. Ez nagyon-nagyon szégyen, hogy nem tudom. Igen, hogy ez nem. Egy nagyon jó film. Te jössz. Nagyon igen, két film van egyébként, ezt 10 éve írtam föl egymás mellé, mert... Roberto Benigni. Az az Roberto Benigni. Na, mondom Nini. Fellini, Benigni, majdnem ugyanaz. igen, és elnézést kérünk a film rajongóitól, hogy esetleg így mellé nyúltunk alkotói téren. Na, két filmet írtam föl, igen, két filmet írtam föl a harmadik helyre, vagy a második helyre. Az egyik a Watchmen, a másik meg az Álomháború. Egyébként ugyanaz a rendező rendezte mind a kettőt. Tehát... Elképesztő a kontraszt a két film között. Nem. És mind a kettő kurva jó. Mind a kettő rohadt jó film. Csak máshogy. Az egyik itt másik meg. Hát én nem tudom, hogy jó, mindegy. Oké, okay. Akkor tessék először. Igen, megmutatom, hogy te elmondom, vagy. Akkor maradjunk az Álomháborún, mert mi a baj? Mert a Watchment azt én is szeretem, akkor kicsit vitatkozni. Álomháború. Szóval az Álomháború szerintem egy marha jó képi megjelenítéssel bíró film. Zseniálisan ötvözi ezt a menekülős, börtönből szökős filmnek a dramaturgiáját, és az képregény filmekből ismert szuperhősöknek az ilyen csodatevő képességeit megmutató filmeket. Nagyon ügyesen vannak a kitalált történetekbe bele ötvözve a valós események. Tehát az, hogy szerzik meg a kulcsot, hogy nyitják ki a átsó kiáratot, és hogy a végén valójában, aki nem látta, szégyelje magát, és most spoiler lesz, hogy valójában... Miért nem mondhatnám el? Hát aki nem tudja, fogja a filmet, bassza meg. Ezt illik elmondani. Spoiler következik. Igen, hogy nem a főhősnő menekül meg a végén, hanem egy teljesen átlagos mellék, picit talán több, mint mellék szereplő karakter az, aki a végén el tud lépni erről, hiszen az összes többi szereplő vagy meghal, vagy olyan lehetetlen helyzetbe kerül, hogy nem tud megszabadulni ebből. Egyébként ez egy elmegyógyintézetben játszódik, ahol is a hölgyeket, mert csinos hölgyek dolgoznak, prostituáltként néha így a gazdag úri emberekhez így hozzácsapják. És nem dolgoznak, hát... Csak a képzelt sztoriban van. A valóságban is egyébként... Nem derül ki a filmben. Valóságban is prostik. Hol derül ki a filmben?
Egyszer se vágnak a valóságba, hogy ott vannak emberek, csak a dolgozók. Akárhányszor bevágnak a valóságba, csak a dolgozók. Mondjuk ez igaz, igen, ez elgondolkodtat, hogy ezt a kislány kérdezte, képzelte ezt a prostituált dolgot. A lényeg, hogy a... Nem, hát a fickó az egyik ilyen fickó, akitől ellopja ugyebár a cuccokat, mi az öngyújtóját. De ő egy ápoló. De azt nem. Vagy ez nem ez, volt az a dagadt fasz. Ott dolgozó ember. Mindegyik ott, igen, a dagadt fasz az nem az, ez az a nevelőapjuk, aki miatt meghal az ő húga, mert ugye az... Nem, van az a gazdag fickó. Ő az. Ő is ott dolgozik. Tényleg, már keverem a szálakat egyébként. Azért mondom, hogy ez többször nézős film egyébként megint csak, és szerintem az álomháború, ami egyébként eredetileg ugye Sucker Punch, tehát ezt megszoptad, körülbelül így lehet fordítani magyarul, vagy rábasztál. Igen. Megint a fordítok. Tehát rábasztál. De egyébként az álomháború, de jó a cím, egyébként. Az álomháború egyébként jobban megmutatja, de. Azt, hogy miről szól. Zack Snydert, hogy ő ezt a címet adta ennek a filmjének. De hogy, baszki, magyarul hogy hangzik az, hogy rábasztál? Vagy ezt megszoktad? Hát, ha ezt jelenti a cím, akkor ez a cím a film. Figyelj, a Peter's Dragon-t magyarul Elliot a sárkánynak fordították. Menjelek a Péternek a sárkánya, az most már Elliot a sárkány. Én ugye előbb a Daredevil Bloodot hoztam fel példának, ami ugye azt jelenti, hogy vér fog folyni, tehát jól is hangzik magyarul, és abból lett vérző olaj. Menjetek a lehet, a Sucker Punch-ban egyébként, amit még ki kell emelni, ami megint csak az ilyen filmekből szerintem a rendezőknek valahol egy nagyon magas lépcsőfok tudni kell megugrani, és ugyanakkor, hogyha sikerül, akkor az szinte tud is siker, ami ugyebár a Felhő Atlaszban is megvalósul, hogy több stílussal dolgozhat a rendező. Tehát az, hogy a különböző álmokat és az abban való csatákat hogyan jeleníti meg, különböző korszakoknak a különböző... Hát az Attila nem ért ezzel, bohóc az Attila nem ért ehhez. Hát komolyért. Tudod, hogy látom én ennek a filmnek az elkészültét? Mivel láttam, hogy a story by volt a Zack Snyder, hogy én szerintem úgy volt ez a film, hogy így ült, cyberpunk nácik, de kurva jó, lőjük őket szét, ez legyen benne. Legyen benne sárkány is, egyébként legyenek benne lovagok, meg legyenek alkoholzárkaszok, dieselpunk, bocsánat, dieselpunk, igazatok van. Sőt, mi vagy, legyenek benne lovagok, steampunk. Ennyit mondott így körülbelül szerintem, és akkor erre felfűztek egy filmet. Igen, egyébként a dízel meg a steampunk ötletve van. Igen, a dízel meg a steampunk. Az a baj, Attila, hogy te ezeket a stílusokat, mint dízel meg steampunk nem is ismered, tehát nem is szeretheted nekem. Például az a első-második világháborús csatát idéző, de ugyanakkor megjelenek a sárkányok és helikopterek, szerintem ezek rohadt jó ötletek, amiket nagyon ügyesen vittek vászonra. Hát, de tartalom nincs fogadtuk semmi. De van tartalom. Mi? Jó, és a végén a csajt lobotomizálják, és az is nagyon jó, hogy ő... Most ez... Nem spoiler, kit érdekel, aki nem látta eddig a szégyen. Úristen, jelent. Most esik le, baszki, hogy ez gyakorlatilag ez ugyanaz, mint a Szálakakuk fészkére, basszus, az egész sztori szinte végén. Lobotomizálják a csajt a végén. Jó reggelt! Na, nézzétek meg a Szálakakuk fészkérét, és utána nézzétek meg ezt. És hasonlítsátok össze a két filmet. Én csak ennyi. Na, a másodikban szexi csajok kurva jó bunyókat csinálnak. Na, melyik a jobb? Rohadt látványos. Ennyi. Jó, mindegy. Zseniális színész. Viszont, ami még itt van, és szerintem ebben egyetértek legalább a Dorottyával, azt, hogy egyáltalán, hogy a Svitek látta, már azon is meg lesz, szarom, kibírják. Majd egy kicsit hosszabb lesz. Kit érdekel? Szerinted? Ki ellenőrzi ezt? Senki. Szóval, velem értesz egyet? Igen. A Dread. A 2012-es Dread. Nem az. Láttam. Hát nagyon merészek voltak, és kurva jó lett. Ezeket nagyon is csak azért néztem, hogy a Felhőatlaszt, meg az Álomháborút, mert veletek ellentétben megnéztem a ti filmjét. Odaadtad a retkes hülye filmedet? Sehol nincsen fönt a hülye filmet. Biztos nincs fönt. Sehol le van tiltva, tiltó listán. Gondolom, hogy sejtem. Nem volt rá időnk. Egyébként meg halka, mi ellentétben veled dolgoztunk. És akkor mondjunk valami felháborítót, mert ez engem nagyon-nagyon felháborított, hogy ez a kis... Majom. A Deadpool Maki. Egy nagyon unalmas, humortalan, tipikus Marvel film. Annyira rossz, hogy nem tudom, és az benne a legszörnyűbb, hogy a képregényt elhiszem, hogy nagyon progresszív volt és önreflexív 91-ben. Drágám, ezt hagyd már a bajom, komolytalan. Az a baj, hogy ez előtt erősített, meg ez egy képregényről tök elhiszem, mert 91-ben jelent meg, hogy az akkor egy nagyon erős gondolat volt, hogy figurázzuk ki ezt az egész szuperhős világot.
És ez akkor a 90-es években ugye elkezdték lerombolni ezeket a tabukat, ugye a Simpsons a 80-as években, utána a Beavis és Butthead, és végül az egész flat áttörte a South Park. És gyakorlatilag ebben a hajóban mozgott ez a képregény is így. Tehát most már eljutottunk addig, hogy a társadalom kritika most már commerce lett számodra. Nem, a társadalom kritika, ez most csak szimplán tabuk ledöntöget, és ez csak a gyakorlatilag a képregény és szuperhős filmek társadalom kritikája. És ráadásul az és a legszebb az egész, az a, hogy nem is, ne lógass már be a kezed a vizé, a totálba a dolog arca, legyen meg egy filmes szakember. Nem öntöttelek le vízzel, tessék értékelni. Mi az, milyen társadalom kritikának és mi? Az az igazság, hogy ezt a Facebookon hallgatom. Fogjuk folytatni, hogy most egy pillanatra eltűnünk, akit érdekel, az jöjjön át a Facebookra, de szerintem ez a jövő hétre még átnyúlik ez a téma, mert még nem tudtuk ezt kivesézni, de a Deadpool-nal való vitánkat nem tudom abba hagyni, úgyhogy azt most a Facebookon folytatjuk még 10 percig. Egy pillanatra eltűnünk, Facebook lakók, gyertek és nézzetek minket tovább. Fix HD Facebookon. Igen, tessék magat minket keresni. Jövő héten találkozunk a tévénéző gyerekekkel, 10-től éjfélig gumiszoba, és lehet, hogy még mindig filmes dolgokkal fogunk foglalkozni, ezt nem tudom, de most Facebookon folytatjuk, úgyhogy gyertek a Facebook oldalunkra. You have failed me for the last time.